Hello, hello! Jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik írnak. Sajnos nincs túl sok időm válaszolni, mert nagyon sokan írtak, de minden e-mailt, levelet, mindent elolvasok, és próbálok utána olyan videókat csinálni, amik mindenkinek jók. Szóval, ma megint csinálunk egy ilyen francia videót, de ma inkább az lesz, hogy hogy kell franciául olvasni. Szóval, ilyen betűket rakunk össze, és megnézzük, hogy hogy kell, vagyis megtanuljuk, hogy hogy kell ezeket olvasni. Oké? Kezdjük, jó? Az R betű franciául tudom, hogy mindig egy kicsit bonyolult, úgyhogy azt fogjuk egy picit gyakorolni. Szóval, ra, re, ri, rü, ro. Un ra. Az egy patkány. Un ra. Le ri, az a rizs. Le ri. Le mari. Le mari, az a férj. Le mari. Szóval próbáljátok úgy mondani, mint tudom, hogy már mondtam, de mintha köpnétek, szóval tudom, hogy gusztustalan, de ez franciául így van sajnos, szóval ez innen jön a torokból, ez a R betű. Szóval ra, re, ri, ro, rü. Azért annyira nem nehéz, próbálgatni kell, addig, amíg kijön. Franciául vannak olyan betűk, amiket nem szoktunk mondani a szó végén. Például az é betű egy szó végén, például az anya, la mère, la mère, azt úgy mondjuk ki, mint a tengert, mert la mer, így kell írni, és la mer, ez pedig évvel a végén és veszővel a második é betűn, de ugyanúgy mondjuk ki. A t betűt se szoktuk mondani a szó végén, és az s betűt se szoktuk mondani a szó végén, amikor többes számról van szó. Leggyakrabban akkor van S betű a szó végén, amikor többes számról van szó, de ez nem mindig így van. Van olyan, amikor az E betűt kimondjuk persze, mint például le. Ott kimondjuk az E betűt, mert ott kell, mint le ri, a rizs, ott ki kell mondani az E betűt, különben csak az L betűt kéne valahogy kimondani egyedül, és az pedig nem úgy megy. Szóval, remélem, hogy ez a lecke valamennyit segített arra, hogy tanuljatok franciául olvasni. Mert tudom, hogy elég bonyolult összerakni a szavakat, meg mindent franciául, hogy lehessen könnyen olvasni, mert mindenféle módokon kell kimondani mindenféle betűket, amik együtt így vagy úgy vannak. Remélem, hogy ez valamennyire segített, de tulajdonképpen ezeket hallani kell, és gyakorolni kell azért, hogy tudjuk, hogy kell őket kimondani. És azért fontos franciául hallgatni szavakat, mondatokat, akármit, tévét, YouTube-et, akármit franciául, zenéket, csak hogy tudjuk, hogy kell kimondani a dolgokat. Az az igazság, hogyha nincs odaírva, hogy milyen szóról van szó, elég nehéz kitalálni, hogy most mit mondanak az emberek, és mit hogy kell olvasni, úgyhogy az a legjobb, amikor találtok olyan videókat, vagy valamit, amire rá van írva, hogy az ember mit mond. Szóval franciául beszéljen, de franciául legyen kiírva a dolog. Én próbálok majd ilyeneket csinálni, de nem mindig érek rá. Szóval ez van. Na jó, remélem, hogy tetszett ez a lecke, és majd legközelebb is találkozunk. Sziasztok!